Mióta van ilyen állapotban ez a sírhely, alpolgármester úr? Hát szerintem nagyon régen. Én mióta kijárok ide, ugyanis a szovjet ősi emlékmű itt van szomszédságában, és azt minden évben halottak napján koszorúzzuk, meg a Kirov felemlékműre is hozunk koszorút, meg vannak még itt nekünk ilyen kötelezettségeink. Én mindig ilyen állapotban, sőt, ettől rosszabbra emlékszem. De ugye Kirov Ferkelmen most már egy ideje a városnak a díszpolgára, vagy? Nem díszpolgára, de az idén 100 éves szervezett sportéletnek a megalapítója, egyik alapítója. Ő Nyírbátorba került, Nyíregyházáról, valahol 1884-ben valahol Győr környékén született, és először Nyíregyházán ügyvédkedett, és 1907-ben Nagy Magyarország súlydobó bajnoka volt. Mint hogy itt áll az emlékművön is. Emlékművön is áll, és most a centenárium év alkalmából úgy gondoltuk, hogy méltó lenne Kirov Ferkelmen emlékéhez, hogyha ezt a síremléket rendbe tennénk, sőt annyira rendbe tesszük, hogy áthelyezzük a díszparcellába. A testület az ehhez illeszkedő anyagi hátteret biztosítja. Viszonylag pontosan sikerült elhelyezni a sírkövet, és hamar megtaláltuk az első keresésre. Dupla koporsóba volt elhelyezve, kívül egy fakoporsó volt, ami már nagyjából elkorhadt, és belül egy fém koporsó. Ez szokásos, hogy két koporsóba temettek akkoriban így embereket? Igen, akkoriban a fertőzés veszély miatt kötelező volt dupla koporsóba temetni. Ez egész az 1970-es évekig így működött, utána váltotta fel a belső koporsót a hullazsák. Mi következik ezután? Tehát megvan a koporsó, leszették, eltűnt a fakoporsó, itt van a fémkoporsó, most mi történik? Most a tetejét, a fémkoporsónak a tetejét próbáljuk minél pontosabban levenni, és utána megvizsgáljuk, ugye, hogy mi van a koporsóban, és akkor fogjuk kiszedni a csontokat, és a régi írások szerint serlegek is kerültek a koporsóba, hogyha azok is meglesznek, akkor azokat is ki fogjuk szedni. És akkor majd végül a csontok egy másik koporsóba kerülnek? Igen, egy vékony fakoporsóba kerülnek, majd előbb egy zsákba kerülnek be a csontok, aztán egy vékony fakoporsóba, és akkor azzal együtt lesz áthelyezve a díszparcellába az új helyre. Ezt a síremléket állítják helyre, vagy egy újat készítenek? Hát vegyesen, mert ahogy itt is látszik, hogy ez egy nagy terület, és egyedül nyugszik benne Kirov Ferkelmen. A szakemberek megnézték a fejfát, és értékesnek tűnik, tehát amellett maradtunk, hogy ezt felújítják, letisztítják, viszont alját csinálnak egy újat. Gondolom az újratemetés az illeszkedik a centenáriumi év programjához, ugye? Persze, ez még most szerveződik, október 7-én lesz a záró rendezvénye a centenáriumi évnek, és ez alkalomból fogjuk majd avatni.